Jó estét kívánok! Azt ismerik, amikor egy tévéstúdióban két nő és két férfi komoly dolgokról kötetlenül és szórakoztatóan beszélget? Hát most ez következik. Bemutatom, hogy kik a mai műsor szereplői. Itt van Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője, Rangos Katalin szerkesztő, riporter, és Fekete Norbert, a Nyugati Fény újságírója. Jó estét! Önök meg bánhatják, hogy eddig nem kapcsolódtak be ebbe a beszélgetésbe, mert nagyon érdekes dolgok hangzottak el, na de majd mostantól. Rögtön el is indítom az első témát, ugye arról beszélünk, hogy sokan már rabszolgatörvénynek nevezik azt a kormányzati elképzelést, ami szerint az eddigi 250 óráról 400 órára emelnék fel a kötelezően erre eldelhető túlórák számát. Szijjártó Péter ma Németországban azt mondta, hogy a német multik kifejezetten örülnek ennek az ötletnek. Egy friss törvénymódosító javaslat szerint évente akár 400 óra rendkívüli munkát is elrendelhetnének a munkáltatók a mostani 250 helyett. A szakszervezet úgy véli, a több műszakos rendben dolgozóknál az is előfordulhat, hogy havonta egy munkaszüneti napjuk lenne. Az Észak-Rajna-Vesztfáliából Magyarországra beruházó vállalatok egyértelműen pozitívan fogadták a kormánynak azokat a törvénymódosító javaslatait, amelyek Magyarország versenyképességét tovább növelik, és a korábban kihívásként emlegetett munkaerőpiaci helyzeten javítanak. Magyarul, hogy a rendkívül alacsony munkanélküliségből fakadó kihívásokat az itteni vállalatok már régóta kérték, hogy kezeljük. Magyarul, hogy biztosítsuk azt számukra, hogy a megnövekedett beruházásaikhoz a szükséges munkaerő rendelkezésre fog állni. Na, kezdjük talán azzal, hogy van-e baj ezzel. Most megpróbálom magam Kósa Lajos pozíciójába helyezni, mert hogy ő azzal érvelt, hogy tulajdonképpen ez a munkavállalók alkupozícióját erősíti, mert jobban tudnak majd gazdálkodni bérrel, lehetőségekkel. Ugye ezt a kötelező túlóra számot, ezt nem kötelező elrendelni. Tehát ha gyakran elrendelik, vagy nem fizetik meg, akkor majd a munkavállaló továbbáll máshova. Na. Hát van-e ezzel probléma? Munkaerőhiány van. Figyelj, egyébként nekem az első reflexem lehet, hogy egy titkos Kósa fej dolgozik az agyamban most. Akkor mostanában már, és akkor ketten vagyunk. Az első reflexem nekem is az volt, hogy a szakszervezeteknek kinöveszti ez esetleg a hátsó lábukat, amire ráállhatnak. Mert hogy egyébként... Bocsánat, hát, miket mondtál? Azt mondtam, hogy a szakszervezete... Jó, tudom, a létezik Magyarországon, okay. Nem nagyon találkoztam velük az elmúlt tizenvalahány évben. De a hátsó láb az jobb duma, mint a szakszervezet, mert hogy ebbe igazad van. Multiknál, meg különösen szakszervezetet emlegetni, az egy nagyon bárgyú dolog, így első megközelítésre. De a 250 óráról 400-ra való emelés, az egy olyan nagy lehetőség, egy akkora gesztus, vagy nem tudom én, hogy mondjam, egy törvénybe foglalt gesztus, amiről muszáj, hogy eszébe jusson az érdekvédelmi szervezeteknek, hogy akkor nekik ott keresni valójuk van. És én nem azt mondom, hogy meg kell akadályozni a 400 órát, mert azt hiszem, hogyha valóban munkavállalói pozícióharcban lehet érvényesíteni azt, hogy hogyan fizessenek, kiknek mennyit, akkor azzal igazából önmagában nincs baj, a törvényi lehetőséggel. Én így érzem, hogy akkor ezzel nincs baj. Bonyolultabb nyilván a helyzetet ezért, mert hiszen hol van ez? Ez egy bizonyos városban van, egy bizonyos fajta kiképzett munkaerőre vonatkozik. Tehát, hogy majdnem ennek a törvénynek majdnem név szerinti címzetjei vannak olyan munkavállalók, akik az autóiparban dolgoznak. De azért az autóipar Magyarországon most már egyre több embert foglalkoztat. Tehát, hogy ha létrejönne az a mobil munkavállalói réteg, amelyik Győr és Kecskemét és nem tudom mi, Szentgotthárd között tud áramlani, akkor lehet, hogy ennek, hogy mondjam, tényleg katalizátor jellege lenne ennek az első hallása vérlázító törvénymódosításnak. Na, ezernyi kételjen van, de menjünk tovább. Ami ma a bizottsági ülésen elhangzott, az lényegében egy beismerése volt a fideszes politikusoknak, hogy német multinacionális cégeknek a kérésére nyújtották be ezt a törvénymódosítást, amit 2017-ben maga a fideszesek szavazták le bizottsági ülésen, mert ez már 17-ben egyszer ben volt a parlamentben, és lényegében én azt kérdeztem meg Bányai Gábortól, mert ugyebár azt is beszélni kell róla, hogy Szatmári Kristóf és Kósa Lajos nem mert oda jönne a bizottsági ülésre a saját indítványoknak a megtárgyalására. Hát meg közben valószínűleg a közleményt fogalmazta, nem? Hát vagy közben Kósa Lajos biztos intézte azt a kis lobbipénzt, amit kapott ezért, hogy ez a törvény... Ez perképes mondat, csak szólok. Én vállalom érte a következményeket, de itt arról kell beszélni, hogy multinacionális cégek, és kimondottan az autóipari gyártó cégek, hát látjuk, hogy Debrecenben most fog oda jönni a BMW gyár, és érdekes, hogy pont Kósa Lajos nyújtotta be, de ennek nem csak az építőipari cégekre lesz nagyon komoly következménye, és azt nem veszi tudomásul a kormány, hogy azt a fajta munkaerőhiányt, amit netán talán ő is okozott, ma azért nem merjük bevallani, hogy hány százezer ember hagyta el Magyarországot, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás, hogy rabszolga munkára kényszerítjük az embereket, és ráadásul arról meg nem beszélnek, hogy 3 év alatt kell ezt a túlórát kifizetni. Bocsánat, Varga Mihály múlt héten azt mondta a meghallgatásán, miniszteri meghallgatáson, ma Magyarországon, ha valaki 15-ször nagyobb fizetése van, akkor 15-ször annyit dolgozik. Na nem akkor szó szerint, de lényegét tekintve... Tessék ezt a munka, az egyszerű munka. Ugye Rangos Katalin azt mondta, hogy nem ördögtől való, de a részletekbe lakozik a lényeg. Bangóné Borbély Ildikó azt mondta, hogy disznóság az egész. Hát én amikor Szijjártó Pétert hallgattam, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon az Észak-Rajna-Vesztfáliai szavazók nevében beszél, vagy tehát, hogy kiket képvisel Szijjártó Péter. Tehát itt úgy állt ki, hogy mekkora sikert ért el azoknál a cégeknél, amelyeknek elemi érdekük az, hogy olcsón kapjanak mindent, és drágán adjanak el. Tehát ahogy a kereskedelem működik, de ez nem az ő dolga lenne. Tehát a cégeknek erre megvannak. Észak-Rajna-Vesztfáliai gyáros választópolgáraink azok büszkék ránk. Hát most csökkentettük meg Németországban 38 órára a heti munkaidőt. Még nálunk 48 óra, Németországban csökkentik, a német lobbista cégek meg Magyarországon azt kérik, hogy rabszolgatörvényt fogadjanak el a parlament. Nekünk ezzel van bajunk, hogy... És azzal van... Azt mondom, hogy ne legyünk már abban a szempontból állnak. Hát a Magyarországon jelenlévő német nagyipar azért van jelen, mert az itteni munkaerő relatíve képzett, és viszont állati olcsó nekik. Hát minél rabszolgább, és ha politikus lennék, én is rabszolgatörvénynek hívnám. Ugyanakkor meg azt is mondom, hogy ebben az országban, ahol nincs olyan típusú munkakultúra, ahol a munkás kiállhat a fizetésére, és hagyjuk most a szakszervezeteket, mert ugye elvileg azoknak lenne a dolguk. Abban az esetben, hogyha ő elszegődik az autógyárba dolgozni, és ő tudja, hogy egy hiány szakmában van, ahol egyébként évi 400 órát rámérhetnek túlmunka kötelező vállalását, ő ott megkérheti az árát, mert különben elmehet most már. Elmehet Észak-Rajna-Vesztfáliába, és ott zabot hegyezhet, de sokkal jobb volt. Vagy Győrből visszamehet Debrecenbe. Tehát, hogy ez nem egyértelmű ennyire szerintem ez a helyzet. De akkor beszéljünk arról, hogy 2016-ról 17-re majdnem 20%-kal nőtt a nagyon komoly munkahelyi baleseteknek a száma, ami következménye annak, hogy a munkavállalók hogyan vannak kizsigerelve. Mert hogy fáradtak is azért? Igen, hogy nem tudják kipihenni magukat. Most bocsánat, most van a nemzeti konzultáció. Az egyik kérdés az, hogy a magyar gyerekeknek joguk van az édesanyjuk meg az édesapjukhoz. Ezután a törvény után megkérdőjelezem, hogy miért tették fel ezt a törvényt. Hát meg ahogy a bevezetőben is mondtam, ez a vasárnapi boltzár idején elhangzott érvekkel is azért meglehetősen szembe megy. Tehát a hétvége legyen a családé, töltse együtt apuka, anyuka, gyerekek, társasjátékozás közben. Hát nem az adott évben kell kifizetni a túlórát, hanem a vállalkozásnak 3 éve van. Én azt a kérdést is feltettem a fideszes politikusoknak, mert kormány miniszterállamtitkár nem volt ott, és mi van, láttunk már olyat, most nem a nagyipari cégekről beszélünk, hogy közben megszűnik egy cég. Ki fogja akkor kifizetni a munkavállalónak, mondjuk 2 évig dolgoztatja, a 3. évben eltűnik a cég, mert csődöt jelentett. 2 évig dolgoztathatha ingyen a munkavállalót, akkor mi van? Norbi? Hát ezt egy kicsit távolabbra mennék, mert arról beszélünk, hogy Magyarország azok a cégek hajnározzák, amelyek hasznot húznak abból, hogy ebből egy összeszerelő üzem lett ebből az országból gyakorlatilag. És mint ahogy ugye ki is derült, pontosan ezekre a pozíciókra van kihegyezve ugye ez a törvény is, és én nem látom, hogy ebből ezen az úton hogy keverednénk ki, hogyan lenne, ha nincs szakszervezet, hogyan lenne önérzetes munkás, vagy egyáltalán önérzetes magyar ember ebben az országban. Magyarországban, hogyha azt tudjuk mondani, hogy jó, hát azért itt van a németeknek, persze, hogy van igazságuk, hát hogy ne lenne igazságuk. Hát a versenyszféra kialakul azáltal, hogy ezek az emberek, ezek kevesen vannak. Tehát, hogy előbb-utóbb azokat a pozíciókat megszerzi nekik a helyzet maga, amiket a szakszervezet nem létezése folytán nem szerződik meg. Vagy automatákra fogják cserélni. Hát vagy automatákra fogják cserélni, akkor nincs mitől félteni a munkavállalót, otthon hegyezteti továbbra is az vinni a gyárat, mert az automatát azt Németországban is tudja olcsóbb energiából üzemeltetni. Majd szólj, hogyha rosszul értelmezem, amit mondasz, de minthogyha a Norbi arra gondolna, hogy ahelyett, hogy az elmúlt évek uniós milliárdjaiból magyar ipart építettünk volna, hát persze, helyette létrejött az a helyzet, hogy gyakorlatilag ki vagyunk szolgáltatva a multiknak. Ezt uniszónó megszavazzuk neked, hogy yes. Igen, ez így van, csak az adott esetben a 400 órára föltolt évi lehetőség a túlmunka kierőszakolására, az drámai vagy nem drámai, ez volt a... Drámai vagy nem drámai, illetve, hogy ezt veszteségként éljen meg a magyar munkavállaló. Vagy azt fogja mondani, hogy örülök neki, többet tudok dolgozni, és többet tudok keresni. Persze, és nem érdekel, hogy a pihenőidőmet lopják el. Igen, hogy van egy lehetősége, hogy többet dolgozzon, és egy céghez kell elmennie, nem kell mondjuk másodállást vállalnia, csak a veszélyei ennek. Azért Magyarországon élünk, és itt nem csak a multinacionális cégek fogják ezt alkalmazni, ezt a túlóra munkának az elrendelését. Ne legyünk már naívak, hogy a nagy mezőgazdasági cégek, vagy a kisvállalkozók, középvállalkozók nem fogják ugyanezt alkalmazni, amit most mondjuk feketén alkalmaznak, mert azért ne legyünk naívak, hogy mondjuk vannak olyan nagy cégek, ahol mái napig magyar cégek, ahol a 7 napból 6 napot dolgoznak, nem 8 órát, hanem 12-t, és 8 óra van kifizetve meg az 5 óra, de simán a munkavállalónak oda vágják az arcába, hogy el lehet menni, ha nem akarod ezt csinálni. Csak most törvényesítve lesz a 400 óra. Igen, de figyelj, egyre kevésbé lehet odavágni az arcukba. Dehogy nem lehet. Dehogy nem. Pont egy tegnapi élményem, egy közért látható. Nem tudom, ezt ilyen régi módiasan mondom, de legalább nem leplezem le, hogy melyik pénztárosa szokott velem beszélgetni, mert gyakori vendég vagyok annál a bizonyos pénztárnál, és ő mondta, hogy jaj, most összejönne neki 2 szabad nap egymás után, és hogy elkezdett rajta gondolkozni, hogy átmegy egy másikhoz, hogyha most nem adják meg, de most megadják. Tehát, hogy eszébe jutott egyáltalán, hogy már olyan kevesen vannak a pénztárosok, hogy neki lehetősége van egy másik helyre elmenni, és simán. Tehát nem olyan rosszak ezek a pozíciók de most már. Dehogy nem. Kicsit keletre is el kellene egy picit. Millió kérdés van még, de lépjünk tovább, hogyha megengeditek. Tudom. Nagyon komoly dilemma volt ma, hogy ezzel a témával kezdjük a műsort, vagy azzal, ami most következik. Mert hogy legalább ennyire fontos, és majdnem ilyen közelről érint bennünket az, hogy az egyik szomszédos ország gyakorlatilag háborúba keveredett Oroszországgal. Összesen 3 ukrán jármű készült áthaladni a szoroson, amikor az oroszok útjukat állták, azt állítva, hogy az ukránok illegálisan léptek be orosz fenség területre. A 2 kisebb ukrán hadihajónak és a vontatóhajónak összesen 23 haditengerész volt a fedélzetén, 6-an megsebesültek, 2-en súlyosan. Az ukrán elnök éjszaka összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet. Petro Poroshenko törvénytelennek nevezte az ukrán hajók lefoglalását, és javasolta a hadi állapot bevezetését. Követelem, hogy Oroszország azonnal engedje el az ukrán haditengerészeket. Moszkva viszont az ukránokat hibáztatta. Provokáció történt, az ukránok megsértették a nemzetközi jogot, fogalmazott az orosz külügyminiszter. A magyar diplomácia elsősorban a kárpátaljai magyarok miatt aggódik. Abban maradtunk Brenzóvis Lászlóval, a KMK elnökével, hogy napi kapcsolatban maradunk. Az újabb orosz agressziót, amellyel tovább mélyült az ukrán-orosz konfliktus, élesen elítélte az Európai Unió és a világ számos kormánya. Ugye azóta Poroshenko ki is hirdette a hadiállapotot, és elkezdődtek egyelőre szűkebb körben a sorozások. Mennyire aggódtok ti emiatt a helyzet miatt? Szóval ez mennyire gáz? Én aggódom, én aggódós vagyok. Abszolút nem bírom. Gyerekkorom óta nem bírom, azt hallom a rádióban, hogy az ENSZ-BT összehívását kezdeményezték, összehívták. De én ezeket helyből szorongással figyelem, de ez valószínűleg életkori sajátosság. Ráadásul szomszédország konfliktusáról magyar állampolgárokkal. Néhány beregszászi kettős ukrán-magyar állampolgár nagyon hamar be fognak szippantani oda katonának. Kb. 150 000–200 000 magyarról beszélünk, és itt fel kell tenni a kérdést, hogy Orbán Viktor kinek az oldalára fog állni, hogy a orosz barát politikát folytatja, hogy Putyinnal, vagy Putyint mindenben kiszolgálja, és kiteszi a ukrán-magyar állampolgárokat annak, hogy most innentől fogva besorozások megkezdődnek, és én meg hadd mondjam neked, hogy én szerintem ez nem életkori sajátosság. Én pont ma reggel olvastam Németh Szilárdnak egy cikkét, hogy nem csak fegyvereket fogunk gyártani, géppisztolyokat, itt nem fogunk megállni. Nekem mindig az jut erről eszembe, de szerintem azért már nők vagyunk, édesanyák vagyunk, hogy az, aki nem a békére törekszik, és mindig arról beszél, hogy a hadipar hogyan fejlődik, azt én mondhatom azt, hogy egy gyalázatos ember, mert mindig a békére kell törekedni, és főleg úgy, hogy elfelejtettük, hogy a második világháború több mint 70 éve ért véget, és Európának az egyik legnagyobb értéke ennek a közösségnek maga az, hogy békében élhetünk, és most igen, ettől félhetünk. Jó, és mellékesen az a délszláv háború, ami nem olyan nagyon régen volt, az is elég közelről érintett bennünket. Jaja. Tehát a reflexek, amik erre beindulnak, akár az életkori, akár a nem béli reflexeink, azok mind a tiltakozásnak a reflexei. Miért most indulnak be ezek a reflexek? Évek óta háború van ott, tehát hogy csak azért, nem, senki nem mondta, hogy ki van hirdetve a hadiállapot. De soha nem kérdezik. Ostromállapotot meghirdetni, sorozásokat elrendelni. Azt értem, de az elmúlt években olyanok történtek, hogy lövegekkel lőttek városokat, abszolút, emberek haltak meg. Sokkal jobban hasonlított az elmúlt években, én nem akarom lebecsülni, de sokkal jobban hasonlított az, ami Kelet-Ukrajnában zajlott egy igazi háborúra, mint ez most. Tehát, szívből szeretném remélni, hogy ha csak arról lenne szó, hogy Poroshenkonak választások lesznek, és akar egy kicsit kemény fiút játszani, tehát hogy minden összeolvasott háttértudásom az reménnyel tölt el, hogy hát ha itt csak arról van szó, hogy ki megigazgatja a bajonettjét, és rondán néznek egymásra. De azért ezek a helyzetekben mindig benne van a történetben már megint, és az az igazán aggodalom. Rossz oldalon? Szerintem nem tudunk jó oldalon állni ebben a dologban. De hát tudnánk például, hogyha nem Putyin zsebéből lógnak ki Orbán Viktor. Olyan állam ellen folyik agresszió, ahol több százezeres magyar kisebbség él. Ilyenkor szokták bekéretni az orosz nagykövetet a magyar külügyminisztériumban. És nekünk minden eszközzel védeni kellene ezt a 150–200 000 magyar, és nem történik meg. Azt látjuk, hogy hezitál a kormány, Orbán Viktor hezitál, mert nem tud más csinálni, és tényleg azt mondom, hogy én meg hadd mondjam egy kicsikét, hadd legyek ilyenkor ne politikus, mert bocsánat, nekem elegem van a férfiak hülye játékából folyamatosan, hogy most azért arra használjuk fel a... Hát miért a fegyverkezés, a háború, és az, hogy ki szenved tőle, meg kik az áldozatok, arról nem beszélünk, hogy hány ember halhat, meg hány gyermek, hány nő, hány édesapa, hanem mindig nem tudom másképp kezelni ezeket a dolgokat. Ez az általánosítás egyébként biztos jót tesz az nagyon ügynek. Jó, mert én elvileg annyira ellensége vagyok ennek a gondolatmenetnek, de gyakorlatilag meg az első reflexem, amikor meghallok egy ilyen korhatáremelést, hogy elkezdem számolni, hogy hány éves a fiam, hány éves a férjem, hol érint ez engem. Igen. Tehát elméletileg gondolkozhatok rajta, hogy mi van a szomszédban, de van valami ilyen, nem tudom én micsoda, női principium, ahogy ezt egy klasszikus emleget. Amitől elkezdi az ember számolgatni, hogy azok a férfiak, akik a környezetében vannak, azok vajon ennek áldozatul eshetnének. Jó, én azzal szívesen egyetértek, hogy ez a világ ez jobb hely lenne, hogyha több nő lenne vezető pozícióban, akár például hadügyérek között is. De amit a Norbi mondott, abban sok igazság van, hogy ugye ez az egész cucc ez nem most kezdődött. Tehát itt már van lelőtt maláj utasszállító repülőgép, meg 4 évvel ezelőtt a Krímet azt úgy, ahogy van, becuppantották, és az egész világ azon túl, hogy egy kicsit az öklét rázta, tulajdonképpen semmit nem csinált. Úgyhogy ez legfeljebb annyiban új minőség, hogy most először volt az, hogy uniformist, tehát egyenruhát viselő orosz katonák támadtak rá az ukránokra. És hogy... provokáltak valamiért, nem értem egyébként, hogy miért. Hát igen, ez nem biztos, hogy valaha meg fogjuk tudni. Tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy azok után, hogy például végignéztük azt, hogy a Krímet el lehet venni egy független országtól, reménykedhetünk-e mi bármiben, hogy majd a nyugat rendet tesz? Ott vagy itt? Hogy bizonyos politikai túlkapásokat, vagy törvénytelenségeket majd helyre raknak. Reménykedni lehet? Lehet csak... Az én generációm az egyáltalán nem reménykedik abban, hogy a nyugat rendet tesz. Tehát azoknak már ha holnap után Szabolcs-Szatmár Bereg megyét valaki innen elcsatolná, körülbelül ugyanennyi szolidaritásra számíthatnánk. Akkor fel lett tenni a kérdés egy egyszerűt, hogy korrupciós ügyekben nyugat beavatkozik, Európa, ami zajlik Magyarországon. Hát abban azért ne várjuk már a nyugatot, tehát abban hát azért ne várjuk de maga a magyar emberek sem avatkoznak be, hogy a választópolgárok ahogy viselkednek, bár azt szokták mondani, hogy ez a politikusoknak a dolga, hogy valamit tegyenek, de hogy még visszatérjek a háborúra és a női reflexekre, amikor Magyarországon is azt a törvényt most megváltoztatták, hogy 50 éves korig be lehet tartalékosnak hívni valakit. Én is azonnal azt számoltam, hogy a férjem hány éves, pedig az ember annak örül, hogyha minél későbbre tevődik az. Olyan fiatal, hogy mi lehet belőle tartalékos. Igen, de gyorsan azt számoltam, hogy hány év van még, amikor az 50 évet betöltés, akkor netán talán az ember meg tudja ezt akadályozni, de komolyan, amikor a sorkatonaságot eltörölték, nekem az volt az első érzésem, hogy hála a jó égnek, ha fiam lesz, akkor ő már nem fog az lenni. Reflexből jött, hogy hála a jó égnek, hogy ő már nem kell, hogy ezt végigcsinálja. Jó, a végezetül egy kicsi jövőbelátást szeretnék kérni tőletek, ami nem könnyű műfaj, hogy lesz-e ebből komolyabb biztonság érzésetek szerint? Tehát ez most csak egy ilyen, hogy mondtad, nagyon finoman mondtad, kardigazgatás, vagy bajonett igazgatás, vagy pedig tényleg eljuthatunk oda, hogy előbb-utóbb például lesz ennek a konfliktusnak magyar halottja, már amennyiben egy kettős ukrán-magyar állampolgár fiú a harctéren elesik. Na most, hogyha komolyra veszük a dolgokat. Ez komoly volt. Igazából már, igen, tudom, a kérdés komoly volt. Csak hogy nekem az az érzésem, hogy az oroszok nem nyugszanak ez ügyben. Valamiért azt gondolom. És ezért aztán nekem ezzel kapcsolatban rossz érzéseim vannak. Noha az összes tapasztalat eddig arról, mert a Krím az tényleg egy nagy falatka, ott mi történt, semmi se. Hogy akkor meg is lehetne nyugodni, megmondom én azzal az elemzéssel ott el, az aggályaimat igyekeztem elaltatni, hogy választások lesznek, a Poroshenkonak érdeke az, hogy itt férfinek mutassa magát, nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni. 6 ember megsérült, és nem is, remélhetőleg nem is. Tehát, hogy én igyekszem magamat lelegyezni onnan, hogy ettől nagyon megborzongjak, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy valamiért azt érzem, hogy az oroszok ezt a helyzetet el fogják rendezni. Előbb vagy utóbb, mert valamiért kell nekik, és kész. Más vélemény, vagy egyetértés? Csak ennyi, hogy ha választások vannak, akkor lehet emberéleteket kockáztatni, lehet simán egy ilyen kis akcióba belemenni. Én nekem mindig félelmem van. Én nem tudom, én rosszul vagyok ezektől a történetektől, én nem bírom elviselni, és én mindig nagyon félek ezektől az akcióktól, hogy mikor lesz igen komoly következmény. Ildikó, mi a munkahelyének a címe? Pontosan, Magyarországgyűlés, Kossuth. Igen, de ha nem ott dolgoznék az óvodában, amikor dolgoztam, és én még megéltem azt, amikor a konyhásnénikkel ott ültünk az asztalnál, és akkor vitték besorozásra a fiúkat, és ott zokogott mindenki, hogy úristen, most az én fiam következik. És az csak egy sorkatonai szolgálat volt, nem háborúról beszéltünk. Nekem az pont elég volt fiatal lányként, és én akkor eldöntöttem, hogy én ezt nem akarom megélni, ez sem, nem hogy egy komolyabb. Te voltál katona, Norbi? Nem, én megúsztam, én egészségügyel alkalmatlan vagyok rá. Nekem meg pont miért a fiamat besorozták volna, akkor megszűnt a sorkatonaság. Az én férjem még volt, úgyhogy. Na jól van, folytatjuk a nap számával. Már is mutatjuk önöknek, egy 20-ast foglak látni. A nap száma 20. És mindjárt el is magyarázom, hogy mit jelent ez a szám íme. Több mint 20 évet kellene ma dolgoznia egy 60-80 négyzetméteres budai lakásért annak, aki az átlagos nettó keresetének minden egyes forintját arra költeni. 10 évvel ezelőtt ugyanez a szám csak 17 évnyi erőfeszítésbe került, a csakot azt értsék idézőjelben, vagyis egyre elérhetetlenebb a többgyermekes családoknak egy budapesti saját lakás megvásárlása. Na, ha már az előbb téged provokáltalak, akkor te saját lakásban laksz? Nem sajátban lakom. Na, és akkor milyen kilátásaid vannak arra, hogy egyszer vegyél egy saját lakást? Mert a hölgyeket leszámítva te vagy a legfiatalabb közöttünk, csak azért kérdeztem. Hát nyilvánvaló, hogy rosszak, de én nem is Budapesten tervezek lakást venni, és nem is most, hanem majd egyszer. Hát 20 év múlva, tehát ezt most pontosan. Igen, mert hogy egy olyan lakást, amiben én lakom most, a belvárosban, én nem tudnék, és nem is akarnék igazából megfizetni, mert abból én úgy számoltam, hogy csak rosszul tudnék kijönni. Viszont azt nem értem, hogy pont az több gyerekes családokról, és mi van a csókkal? Tehát, hogy ez ilyenkor hol van? Tehát, hogy ez. Hát lehet, hogy hozott 3 év lemaradást, mert ugye 17-ről 20-ra nyílt. 90 000 család vette igénybe, amióta a csok program van, és egyharmada a lakásbővítésre, egyharmada a felújításra, és egyharmada új lakás vásárolt belőle, de a 90 000 az a családoknak a gyermeket, ha az összcsalád szinten nézzük, akkor 2,3%-a, ha gyermeket nevelő családokat nézzük, akkor csak 2,3%-a. Hát, szóval ezt mondjuk folyamatosan, hogy annyira szűk réteg tudja igénybe venni a csók támogatást. Eleve most elvették a lakástakarékpénztári támogatást, amivel az önerőt tudták igazolni, ami segítség volt nagy formában, hogy tudta igazolni a banknál, hogy van egy olyan jövedelme, amivel tudja biztosítani ezt az összeget. Meg hát folyamatosan mondjuk, hogy a 10 millió forint támogatás a háromgyerekesekre, és plusz még a gyerekbevállalás, meg még a hitel, a hitelhez kereset is kell. Azt mondjuk, igen. Na figyeljetek, akkor felrobbantom a demagógia bombát, hogy európai fővárosi lakásárak azok mindenhol elmebeteg szinten vannak. Tehát Berlintől Bécsig. Ez történik Budapesttel is. Debrecenben is. Jó, de hát hogy akkor érdemes ezen siránkozni? Tulajdonképpen az történik Budapesten, mint bármelyik európai városban. De a mobilitásnak az egyik formája, ami miatt ugyebár lehetne Kelet-Magyarországról Pestre jönni, Budapestre, a fővárosra vagy Nyugat-Magyarországra, pontosan a lakással, ha meg vidéken lakással rendelkezünk, pontosan az öli meg, hogy mobillá tudjon válni, mert vidéken meg, hogy minél távolabb megyünk a megyeszékhelyektől, eladhatatlanok az ingatlanok, értéktelenek, és azért a pénzért, amiért mondjuk egy jó minőségű családi házat vidéken el tud adni, mondjuk Budapesten semmit nem kap. Semmit a rétegek. Egyrésztről így van, másrészt, amikor arról beszélünk, hogy alacsony a mobilitás, az országban százezrek nemhogy a fővárosba költöznek, hanem elköltöznek Nyugat-Európában. Nyugat-Európában, tehát mégiscsak de az egy kisebbség azért. Belső migráció is van. Ha meg kell nézni a KSH-nak az adatait, és a kormány is mindig arra hivatkozik, kétfajta migráció van külföldre, ugyebár nyugatra, de van Kelet-Magyarországról, Észak-Magyarországról, ott, ahol nagyon nehéz a megélhetés, egy nagyon-nagyon komoly belső vándorlás is, de nagyon nehezen tudja megtenni az, akinek, és még egy másik akadályozó tényező is van a mobilitásnak vidéken, ugyebár a családi gyökerek, a szülőknek az ott léte. Óriási bajba fogunk lenni vidéken, nem tudom, hogy ismerős az a felmérés, hogy 3200 településből 50-60 éven belül 800 darab fog eltűnni Magyarországon. Pontosan azért, mert a fiatalok elmentek, az idős emberek ott maradtak, és ki fognak halni szó szerint ezek a települések, 800 település. Olyan komoly problémával nézünk szembe, és kettősség van ebben, és én látom otthon is nálunk Hajdú-Bihar megyében, én is egy kis településen élek Kabán, hogy a végső elkeseredésében sokszor már az ingatlanját is hátrahagyja. Csak hogy szabaduljon attól a fajta megélhetési problémától, amiben benne van mondjuk évek óta. Borzasztó tud lenni az, amikor azt látja az ember, hogy utcahosszak lehetnek egy-egy településen, amikor tök üres egy település. Ezek, hogyha közelbe épül egy frankó stadion, ugye az rögtön ott tartja. Na jó, nem akarok ezen ironizni. Legalább a házakat is lerombolnak hozzá. És közben akkor... meg a másik probléma, hogy nem csak az, hogy lakáshoz mondjuk 20 év alatt tud jutni egy budai lakáshoz, hanem mondjuk a fiataloknak, akik ide jönnének egyetemre, az albérleti piac, hogy milyen szinten, hogy megfizethetetlen jóformán, vagy azt mondjuk, hogy olyan mértékben kizsigerelik nem csak a munkavállalókat, hanem maga a diákokat is, mert 50-60 000 forintért már ágyat bérelnek Budapesten, tudjuk, már milliószor keresnek meg bennünket, nem szobát kap érte, ágyat. Jó, hát én meg pont azt gondolom, hogy Magyarországon olyan egyenetlen ez a lakásstruktúra hálózat, tehát nincs normálisan felépítve, nincs szociális bérlakás, nincs rendes bérlakás, nem szociális, hanem piaci alapú bérlakás, mert valamiért nem üzlet bérlakás építésbe fogni. Ezek az árak, amik a fülnek teljesen letaglózóak, ezek a budapesti ingatlanárak, ezek azért hangzanak most nagyon szürreálisnak, mert ezek a 100 milliós nagyságrendük egy 90 négyzetméteres budapesti elfogadható lakásért, mert 1 milliós négyzetméterek. Erről minden normális embernek az az érzés, hogy ki a franc tudja ezt egyáltalán megfizetni. De ha belegondoltok, és sajnos én képes vagyok visszapergetni az eseményeket az életembe, hát történelmileg az elmúlt 40 évben mindig iszonyú nehéz volt lakás árakat megfizetni. És nem, tehát, hogy azt gondolom, hogy a baj nem azzal van, hogy most 1 milliós négyzetméter árak vannak, hanem azzal, hogy nincsen meg a társadalmi mobilitáshoz megfelelő rétegzettsége a magyar lakásállománynak, hogy ebben nem se állami szinten nem tesznek bele semmit, se magánszinten nem találnak benne üzletet. Mert hogy azzal kényelmesebbé és megközelíthetőbbé válna a lakhatás. Mert hogy amikor valaki mondjuk egy vidéki kertes házáért az egész ház árából tud 1 négyzetmétert venni Budapesten. Bizony. És akkor beszéljünk arról, hogy még egy adat, hogy Debrecenben ugyanezért a 20 év keresetért, hogy nettó jövedelmet, egy nem evett, nem ivott, nem ruházkodott, persze, semmit nem csinált, nettó jövedelemről beszélünk, ezért használt lakást tud venni 65 négyzetmétert. Na, azzal folytatjuk, hogy ennek a műsornak rendszeres vendége Vadai Ágnes, a DK alelnöke, aki ma azt mondta, hogy egyszer ennek a kormánynak a tagjait bilincsben vezetőszáron fogják elvezetni. Na, erről beszélünk most. Önök közül jó páran, nem kevesen, bilincsben és vezetőszáron fogják befejezni a politikai pályafutásokat. Amikor a magyarok elkergetik ezt a kormányt, amely még abban az egy dologban is hazudott nekik, amire hivatkozva loptak, és nem kormányoztak az elmúlt években, akkor mindent el fognak veszíteni. Még a személyes szabadságukat is. Mi, európai magyarok, borzasztóan várjuk, még államtitkár úr esetében is, hogy a rács megfelelő oldalára kerüljenek. Vagy persze ott a másik lehetőség, hogy mehetnek majd önök is Putyin gazdához menedékjogort kuncsorogni, ahogy tette azt macadén kollégájuk önöknél. Mi, európai magyarok, nem fogjuk hagyni, hogy önök is megszökjenek az országból, amikor felelősséget kell vállalniuk a tetteikért. Nem fogjuk hagyni, hogy a magyarok kirablása után önök moszkvai milliárdosként éljék az életüket egy menedékjog mögé bújva. Ne higgyék, hogy önöknek is lesz olyan átmeneti szerencséje, mint Gruevszkének volt. Mi, európai magyarok, tenni fogunk róla, hogy ne legyen. Na, Ildikó, benn volt-e az ülésteremben, amikor igen, ez elhangzott? Milyen volt ott a légkör? Milyen volt a fogadtatás? Volt zaj a Fidesz pacsoraiból, csak nem hallik a közvetítés alatt, amikor zajlik ez a parlamentben. Ami nagyon érdekes volt, hogy volt a Ágnesnek egy mondata, majd utána az Arató Gergőnek is, hogy a macedón volt elnök, ugyebár sikerült kimenekíteni az országból, de a társai már ülnek a börtönbe. És a fideszeseknek ezt mondták el Ági meg Gergő, hogy itt fognak járni a fideszes politikusok is, hogy lehet, hogy Orbán Viktornak sikerül majd meglépnie Putyin gazdához, de a többiek itt fognak maradni. Mert akkor már ő a saját életét fogja menteni, és akkor a hátra maradottak nem lesznek érdekesek. Valakinek a balhét mindig el kell vinni. Na, ez érdekes, mert hogy pont az jutott eszembe, hogy mennyire célszerű vagy célra vezető így beszélni. Tehát egyrészt egy jogállamban tárgyalás, bírósági ítélet nélkül eldönteni, hogy kit fognak vezetőszáron elvinni, hát ez mondjuk véleményes. Másrészt, hogyha valakit azzal fenyegetnek, hogy már pedig, ha itt kormányváltás lesz, akkor te a börtönben rohadsz meg, akkor valószínűleg az az ember mindent el fog követni azért, hogy ne legyen kormányváltás. Törvényes is, és akár törvénytelen eszközökkel. Hát ez szóval, hogy jó ez. Évek óta ez zajlik. Hát Polt Péter a legfőbb ügyész. Eliosz ügybe vizsgálatot nem indítottak, lezárták. És csak ez egy ügyet hozok fel. És hát jogállamba ilyen nem fordulhat elő, hogy a miniszterelnök utasítására egy bűnözőt befogadunk. Egy biztonságos országból minden szabályt megszegve, ami a menekültekre vonatkozik. Hát tényszerűen amikor... valószínűleg egyébként megállná a helyét, tehát hogy lenne itt egyébként miért büntetéseket kiosztogatni ebben a kormányban. A probléma csak az, hogy odáig el kell jutni. Tehát, hogy oda nem fog eljutni ez az ország, hogy itt bárkit, aki ilyesmit elkövetett, mint amiről Vadai Ágnes beszélt, meg amiről most itt szó volt, hogy bárki látott valaki ilyet ebben az országban? Nem, ez kétségtelen. Mitől lenne most másképp? Mitől változott volna meg? Itt most arról beszélünk, hogy ha 3 év múlva legyőzik, vagy nyilván fogják legyőzni, de valamilyen úton, módon ez a Fidesz kormány befejezi a működését, az is mondjuk 3 év múlva lesz, ugye akkor lesznek választások, ki tudja, hogy lesznek-e, de mindegy, szóval akkor lesznek valami választásfélék. Tehát, hogyha akkor valamilyen csoda folytán valami történik, akkor az elmúlt 11 vagy 12 évnek az ügyeit, hát nem lesz apparátus, nem lesz ember, nem lesz agy, aki azt végigmenjen azokon. De eddig sem volt egy pillanat. Tehát amíg nem egy pártrendszer volt most így a legújabb kori Magyarországon, addig mindig nekiveselkedtek. Hát én ezt mondtam az előbb, hogy nem tudom én már, Keller? Igen. És mi egyforma sikereket alkottak, vagy tudtak előadni. Tehát én nem hiszek, ezek ilyen, hogy mondjam, nagyon hatásos hozzászólások, bár senki nem nézi a parlamenti közvetítéseket, de azért az ilyen ellenzéki televíziókba fölbukkannak ezek a sikeres hozzászólások, melyek tekintetében osztozom a te dilemmádban, tehát hogy igazából, ha ezt komolyan veszi bárki is a kormányzó párt részéről, akkor minden erejével azon lesz, hogy ne kerüljön elő olyan helyzet soha többet az életbe, amikor esetleg majd őket vezetőszáron fogják elvinni. Másrészt meg egyébként jogállamba azzal, hogy centinként végig nem mennénk azon, hogy melyik ügyben ki, mennyire sáros, és hogy erre egy bíróság jogerős ítéletet ne hozna, erre hivatkozni se olyan nagyon elegáns, de hatásos szerintem. De az az érzésem egyébként, hogy te hiába aggályoskodsz, meg én hiába osztozom ízlésileg a te aggályaidban, a business as usual, mondja a művelt török, tehát hogy semmi probléma nincs, lehet ilyeneket mondani, nem, a kutya ugat, a karaván halad, ettől semmi nem fog változni, tehát nem ijednek meg tőle, nem esnek kétségbe, és nem lesznek még kevésbé klassz választási esélyei az ellenzéknek. Tegyük most itt ki a pontot, és térjünk át a mai utolsó témára, amire itt a vendégekkel talán erről beszéltünk a legtöbbet a műsor előtt, úgy látszik ez mindenkit érdekelt, remélem, hogy önöket is. Nevezetesen az, hogy Fábry Sándor az állami televízió egyik csatornáján meglehetősen kritikus mondatokat fogalmazott meg. Részben magyar televíziókról, részben két állami tisztségviselőről, kormányzati tisztségviselőről. Vajon miért? Ezzel folytatjuk. Jaj, ha már a média élmények, szóval komolyan mondom, gyerek, szóval tényleg. Most ugye, hogy van ez, hogy M1, meg Eko TV, meg Hír TV, most három ilyen fasiszta jellegű kormánypárti televízió van, és van úgy, hogy egy este mind a három helyen elcsépem Kovács kormányszóvivőt például. És kattint az, hogy kicsit menekülnél, és akkor itt is Kovács, ott is Kovács, vagy a rosszabbik változat Bakondi. Na most a Bakondinak például, ha néha kicsit főzne, az kifejezetten jót tenne. Tehát, hogy nagyon sok migráns ismét mászik a kerítésen, migránsok, nagyon jó, jaj, egy kicsit odakap, meg földobna egy palacsintát közben, meg nem tudom, szóval oldott lenne a dolog. Én nem tudom. Na, mi történt itt szerintetek? Katalinnak, hogy én hányok ettől az embertől, bocsánat, de... nem tudok mást mondani, szóval... Én coming out-olni fogom, én csípem. Én meg nem. Hát jó reggelt. Jó, de ne is erről beszélgessünk, mert hogy nyilván mindenkinek van valamilyen személyes viszonya vagy története Fábrival, hanem hogy például előfordulhat el, hogy egyszerűen egy ország árnyékra vetődött. Tehát, hogy Fábrit ironizált, hogy ő ezt nem gondolta komolyan éppen, hogy görbetükröt akar. Vagy nem, vagy szerintetek komolyan beszélt. Ugye Bakondiba és Kovács kormányszóvivőve eléggé beleállt. Hát azt nekem egyébként pont az volt egyébként, ami egy ilyen műsorban, ahogy egy ilyen műsorban ezekről az emberekről, vagy ezeket pozíciókat betöltő emberekről beszélni kell és lehet, na, ami a Kovácsot meg a Bakondit illeti, az pont olyan volt. Ami előtte volt az, hogy fasisztoidnak nevezte azt a csatornát is, ahol ő van? Kb. Nagyjából? Hát abszolút. Hát gyakorlatilag igen, tehát hogy a fasisztoid csatornának a fasisztoid morzsái mennek a Duna tévén is ugye az ő műsora keretezéseként. Tehát, hogy de ennél sokkal érdekesebb, nem ki tudja, hogy mit mond ez az ember egyébként ezeken a felvételeken. Ez most csak azért beszélünk róla, mert ez kijutott adásba. És ezt valaki átvette ezt a műsort, végignézte, és azt mondta, hogy jó, ez így mehet. Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy ki volt az, és egyáltalán hogyan állt össze ez, hogy ez egy ilyen szervezett akció volt, hogy akkor a Fábryék vagy a stábja azt mondta, hogy akkor most nekem elegem van ebből, és akkor rúgjanak ki, és nem tudom, vagy pedig ez mindig így megy, vagy most valaki figyelmetlen volt. Annyira érdekes különben, hogy vajon mikor lehetett ez az adás, mert hogy Fábryt az RTL-en iszonyú mennyiségű néző nézte. Aztán amióta átköltözött az M1-re, ezek a nézők valahogy leperegtek, mert a csatornának a húzó ereje kisebb volt, mint a kereskedelmi televízióé, és fáradékonyá vált, azt hiszem, a műsor is, mert én is lejöttem róla, én nagyon bírtam eleinte, aztán valahogy kiszökött a látóteremből. Az az igazság, hogy Emlékeztek rá, hogy Hofinak a szocializmusban szabad volt mindenfélét mondani? Hogy lehet, a csodában-e? Tessék? Hogy hát, a csodában-e? Hogy simán lehet az, hogy a Fábry, tehát nem kell megkeresni, kivett át, hanem hogy igen, hogy mondjon azt, amit akar. Nem. A mechanizmusról beszélek. Ha azt mondja, hát azt mondja, és kész. Ez a fasisztoid, ez egy kicsit szerintem egyébként túlmegy azon a határon, amire, hogyha van egy ilyen általános engedély, amit a Fábry legyen a vendégük, hadd mondjon minden. Ő azt mondta, pontosan úgy fogalmazott, hogy fasiszta jellegű, csak én meg arra gondoltam, hogy ironizál, a legjobb rendőrvicceket a Teve utcában lehet hallani, a legmeredekebb zsidó vicceket meg a zsinagógákban. Tehát, hogy ők megengedhetik, hogy saját magukon viccelődjenek, lehet, hogy ez történik. Ugye volt egy Cigánó nevű kolléga, aki ugyanezt gondolta annak idején, de ezzel együtt azt hiszem, hogy ha ezt valaki végig gondolta ott, akkor ezt soknak találta a fasiszta jelző miatt. De mégis adásba engedte. Szerintem meg nem csak az RTL Klub után az M1 kopott meg, vagy ahol, mert fogalmam nincs, hogy hol szokott Fábry fellépni, hanem maga Fábry is megkopott. Szóval valamikor önmagához képest lehet, hogy megrendelés, lehet, hogy csak nagyot akart, hogy újra vissza tudjon kerülni, és látszik, hogy amúgy tényleg sikere volt, mert hát beszélünk róla, hogy a Fábry mit mondott ebben a műsorban. Na de nem véletlen, hogy miről beszélünk, melyik televízióban, melyik Fábry mondatról. Az nem véletlen. Ettől függetlenül én szerintem őt továbbra is, én szerintem nagyon sok emberbe fogalmazódik az meg, hogy megvilágosodott 8 év után. Ez az a Fábry Sándor, aki kőkeményen... Ez a beszélgetésünk apropója, tehát ez tiszta kremlinológia, hogy próbáljuk megfejteni, hogy vajon arról van szó, hogy ő... Aki lényegében kiszolgálója volt azért annak a Orbán-féle rendszernek, azért elég keményen támogatta az Orbáni rendszert, még ott a... De hát figyelj, hát nem gondolhatjuk, hogy most másként vélekedik az Orbáni rendszerről, attól, hogy van egy ilyen típusú mondatfűzére, amiből helyteleníti a médiapolitikáját az ő egyébként szeretett elvtársainak. Nem csak a médiapolitikáját, hanem két politikusról is beszélt, azért a Bakondiról, meg a Kovácsról. Amennyire én ismerem őt, ő egy született polgár, és teljesen normális volt, hogy ő először avval az oldallal szimpatizált, amelyiket ő polgárinak tartott. Lehet, hogy ma már nem tartja polgárinak azt, amit történt. Vagy lehet, hogy olyan epizódok vannak a polgári kormányzásban, ami neki nem tetszik, és ezeket szóvá teszi, mert egyébként egy értelmiség. Azért nem, akkor hetente kéne megszólalni. Akkor ennél a csatornánál, mert ti mondjátok, mert tényleg nem látom. Egyébként az tök rendben van, hogy valaki a nézőktől el kell búcsúzni. Jó, de aztán ígérem, hogy maradunk. Köszönjük szépen Bangóné Borbély Ildikó, Rangos Katalin és Fekete Norbertnek a beszélgetést, önöknek meg a figyelmet. Viszontlátásra!